Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Március 14-e szombat van, a mai napon az evangélium, Lukács evangéliumnak 18. fejezete, 9. mondatától 14. mondatáig. Abban az időben az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartottak, másokat még megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta. Két ember fölment a templomba imádkozni. Az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus megállt és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, és tizedet adok mindenből, amin van. A vámos pedig távolabb állt meg, és szemét sem merte az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, amaz viszont nem. Mert mindazt, aki magát fölmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt fölmagasztalják. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus. Kedves testvéreim, Jézus példázatai hihetetlen metszőek. Hihetetlen metszőek és hihetetlen érintődnek benne az emberek. Nagyon közel hozza a Isten ország igazságát, kézzel fogható módon olyan példázatot számukra, ami jó értelemben könnyen értelmezhető. Elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, mások, akik meg megvetették. Érdekes ez a fajta megosztottság, igazak meg a rosszak. A magyar történelem során nagyon sokszor ott volt az a megosztottság. Kuruc és Labanc, jobb és baloldal. Érzi az ember a dolgokban, hogy valahol nem jó ez így. Mindig valamelyik oldal magát igaznak tartotta, igaznak kiáltotta ki. Valahol a dolgokban érezzük, ha magunkban nézünk, és önmagunkhoz mérjük a dolgokat, kicsit úgy vagyunk, mint a pízai ferdetorony. Idővel ez a torony leborul. Isten az, aki igaz, igazán hozzámérhetjük önmagunkat. Benne fölfedezhetjük saját bűneinket. Felismerjük, hogy mennyire igaztalanok, bűnösek vagyunk. Másokat megvetettek. A történetben Jézus két olyan szemét emel ki, akik mondhatnám egymásnak ellen oldalai, farizeus, vámos. Farizeus, aki ott van a templomban és valójában a törvénybetűit betartja, máson is számon kívül elöljáró, vámos pedig az, aki a császárt kiszolgál és a pénzzel foglalkozik. Ő maga volt tisztátalan, így gondolkodtak róla. Fölmentek a templomba imádkozni. A templom számukra egyetlen helyként Jeruzsálemben az a hely, ahol imádkoztak, ahol az Isten megszólították. Persze dialógus közösségben, de érezzük a dolgokat, hogy valamiképpen, mintha céltévesztene az egyik, mintha rossz helyen kopogtatna. Farizeus, Isten hálátoknak nem vagyok olyan, mint a többi ember. Másikhoz mérem önmagamat. Érdekes a farizeusnak a megszólítása, mert valójában, ahogy kezdődik, az valamiképpen egy háladó imádság. Isten, hálát adok neked. És ez idáig jó is, és pozitív. De az, amikor azért ad hálát, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, ott van rögtön az ítélkezés a dolgokban. Nem vagyok olyan rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint az a vámos is. Döbbenetes, hogy sokszor mi is a saját világunkban mennyiszer megítéljük a másikat. Nem közelítünk hozzá, ő hozzá, ő, aki ilyen meg olyan. És már ott van a szívünkben az ítélet, és próbáljuk külön választani a dolgokat. És ott a vámos, távolabb állt meg, szemét sem merte az égre emelni. Fizikai létében is mondhatnám, kiemeli azt, hogy én bűnös vagyok. Még nem mondott semmit. Valahol olyan, mint a tékozló fiú, aki hazatér, aki rádöbben, hogy mennyi rosszat tett. Isten, légy irgalmas, nekem bűnösnek, mellét verve. Többenetes tényleg az ő szívtörődöttsége, bűnbánata. És az Isten számára ez a legkedvesebb. Mire hív az Isten, mire tanít? Mindenképp érezzük, hogy a bűnbánat idejét járjuk, a nagybőjt időszakot, és ha igazán magunkba szállunk, rádöbbenünk, hogy
hányszor Isten ellenében döntöttünk. Jó a fölismerés, hogy valahol dolgaink közepette újra és újra kell Isten irgalmát kérnünk magunk számára. Mire tanít az Isten? Mindenképp valahol saját bűnnek a beismerésére. Tükröt tart elénk. Nincsen igaz ember igazán Isten színet. Ő maga az igaz. Hányszor hűtlenek vagyunk saját szavainkhoz. A másik, amire hív egyértelműen, azon túl, hogy saját bűnnek beismerem, az Istentől való bocsánat kérés, irgalom kérés. Ő, aki irgalmas. Isten saját kép és hasonlatosságára teremtett minket. Az áteredő bűn óta az emberi szív megsebzett. Újra és újra ott van a lehetőség, a rossz melletti döntés. A bűn elcsúfít. Mire hív az Isten? Mindenképp arra, hogy ez a nagybőjt időszak valóban kegyelmi időszak legyen. Ami jelenti, hogy valóban Istennel járom életem útját. Belátva, beismerve a bűneimet, az ő irgalmát kérve, ő megbocsát nekem. Ott a lehetőség az újrakezdésre. Mit is kívánhatnék, adja Isten, hogy valóban szabad lélekkel tudjuk őt imádni. Belássuk saját megkötözöttségünket, bűneinket. Adja Isten, hogy merjük valóban felé fordulni. Adja Isten, hogy megtapasztalva benne az irgalmat, szeretetet, mi is ilyen irgalmat tudjunk egymás felé fordulni. Adja Isten, hogy Isten országa bennünk áldjon, mint növekedjék, és másokat is meg tudjunk hívni az egytest közösségbe. Krisztus, ami urunk által. Amen.